Tehát, ahogy említettem is, itt vagyunk a Mountaintops of the Giants területen, és hát itt kéne nekünk találnunk egy boss-t valahol. Elvileg egy Tibi van itt valahol. Csak nehéz megtalálni, hogy hol. Ah, ott. Nem. Messze van. Akkor így. Dobott nekünk egy Death Root-ot, ami nagyon jó, mert majd ezt oda tudjuk adni Guránknak. Ugye őt etetjük azért most ebbe a végijátszásba, aztán utána meg is öljük persze. De az már más kérdés. Jó, akkor ez is megvan. Jó, hát szerintem itt fönt ezen a részen akkor megvagyunk, úgyhogy menni kéne tovább. Ebbe az irányba, és ezt a map fragmentet én fölveszem. Így van. Van ott egy jelölés, de nem tudom mit jelöl. Na mindegy, menjünk tovább. Jó, itt kelet fele. Lehet, hogy ide be kéne, meg kéne próbálni bejönni. Elfelejtem. Jön föl? Nem. Hát akkor. Jó. Jó, sokszor nincs nálunk. Nem tudom elővenni. Ja. Oké. Valami, kéne valami, amit tudunk dobálni. Hello, Shady Tadri. Hát, itt ennyi az idő, ott is szerintem ennyi az idő, úgyhogy... igyekeztem ma nem késni, alapvetően ez sikerült is.
Ó, oké. Jó, a híd elmegy a falig, de valahol a fal előtt kéne. Valószínű elkanyarodnunk. Hol vagyunk? Hát jobbulás segít, Adri. Ha nagyon súlyos, akkor tudod, orvos, meg ilyenek. Ők azért vannak, hogy segítsenek. Alapvetően. Jó, fölveszük a szólt. Nem mintha amúgy feltétlenül kéne. Hogy kéne. Az a baj, hogy a nagy köttől nem látunk semmit. Hát lehet, hogy előbb a sárkány kéne. Haigálom a kavicsok. Ó, várjatok csak. Ha, ott van egy folt. Twitchen biztos nem látszik, de... Aha. Oké. 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 Nice. Jó, akkor itt ezt kirámoljuk, és akkor megyünk tovább. Aggódtam, hogy nem fogjuk látni a köd miatt a... Hát az a havat tulajdonképpen. Ugye, ami az úton volt. De ja. Végül megoldódott. Founding Rain of Stars. Alapvetően még lehet, hogy ezt is fogjuk majd használni. Főleg nagyobb enemik ellen. Talán a spirállal együtt akár jó is lehet. Jó. Na, ennek örülök, hogy ezt megcsináltuk. Nem mintha feltétlenül kéne ez a item nekünk, de miért is ne. Jó. Oké. Hát ja. Mondjuk ha már itt vagyunk, akkor már itt szétnézünk.
Na, működik a géped, Serit Adri, az... Az nagyon jó hír. És itt volt a hint, hogy a hulló hó valami láthatatlant jelöl. És ugye ez volt a hint, hogy át lehet menni a túloldalra. Jó, hát induljunk meg, én azt mondom. És vegyük fel azt a map fragmentet. Aztán utána majd oda le is le kéne menni. Ugye ott van egy sari, amit mindenképp meg kell ölni. De most felvesszük a mappot. Itt lesz egy Evergoal. Vagy Evergale. Úgy néz ki, hogy működik. Na hát ez... Ez szuper. Hát megmondom őszintén, hogy itt nem tudom mi van. Guardians Garrison. Hát megnézhetjük. Üdv a gépről? Várj. Valami volt. Melina. Cső. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. Oh. I must tender my thanks to Torrent. Too. Ez kedves volt tőle Thank most. You. Torrent, please continue to lend your aid. Till the end. Jó. És akkor szerintem... Hát mi helyet rakjuk be? Hát e helyet. Két helyet foglal. Csak kipróbáljuk. Tudom, nem kéne ide most bejönni, de... De bejövünk. Kéne ide bejönni. Ó, de tényleg mi van itt? Ismerős nekem valahonnan, csak... Jó, várjatok, itt van boss is. Ó, akkor bejövünk, hogy ne jönnénk be. Várjatok, már csak kidobom innen ezt a kavicsot. Meg. Hát... Igyekszem. Na, próba.
De miért magára kasztolja? Na, menjünk be. Az előbb itt két kutya volt, itt lenne kint még egy. Igen. Hopp! Még ilyet. Azt. Hát nem unalmas. Egyáltalán, csak... Te oda át lehet ugrani? Csak hát mi mást mondanál? Mármint... Nekem sincs. Jaj, csak körbe lehet jönni. Most már tényleg. Nem emlékszem az itteni bossra, megmondom őszintén. Elvileg csak ilyen mini boss. Tehát nem valami nagy fontos szereplő. De boss, szóval meg kell ölnünk. Meg kell halnia.
Na. Jó, meghalt ő is. És az egy szemét odaadta. Jó. Igen, csak könyvelek. Ha megtalálnám, persze. Argenti. Oké. Elég passzív volt. Nyilván lövöldözött, csak... nem volt valami agilis. Mondjuk azzal a nagy pajzsal nem is biztos, hogy olyan könnyű agilisnek lenni. Vajon mi lehet itt fent? Itt egy láda. Oké, egy prayer book. Ide miért lehet kijönni? Jó. Hát itt nincs semmi. Azt hittem, hogy ha már ki lehet jönni, akkor legalább lesz valami. Na jó, menjünk tovább. Megöltük a boss-t, úgyhogy mehetünk is. Hoppá. Ezekkel itt nem foglalkozok. Tényleg menjünk. Föl kéne venni itt a map fragmentet. Ja, kikötötték a hegyet, nehogy ellopja a... Hogy mi? Na. Szuper, mi van itt? Semmi, nagyon jó. Két boss van itt, az egyik itt. A másik meg ugye a Fire Giant. És valahol itt ugye át lehet jönni erre a hegyre. Szóval most ezt kéne. Hú, emlékszem erre a helyre. Flame Peak. Itt azért már vannak nehéz enemik. Kezek. Oh, a kezek. Itt valakinek nagyon elgurultam úgy a gyógyszer, amikor ezt a részt így... készítették, hát nem csak úgymond nem fejlesztői szinte, hanem úgy, amúgy. Meghalunk? Nem. Hát, menjünk akkor arra. Hát design, de olyan értemben, hogy a
Tehát, hogy itt milyen enemik legyenek, hogy nézzen ki a map, tehát, hogy az egész, hát igen, a dizájnja. Ja. Nem is igazából a... Hogy mondjam, a map, mert az annyira nem, de itt már tényleg olyan enemik vannak, meg olyan... Itt azért már... Nagyon elgurult a gyógyszer. Főleg úgy, hogy ez nem egy optional terület, tehát ez egy kötelező terület. Tehát itt nem tudod a játékot végigjátszani, ha ezt nem csináld meg. Na, hát ott nem tudom mi van. Mindegy, megnézzük. Itt csak egy kell bele. Majd szóljatok már olyan 14:30 körül, please. Mert van egy kis dolgom. Egy perc kb. Vagy kettő. De meg kell csinálnom valamit. Itt 14:30. itt. Igen, tehát 1 óra múlva, így van. Flaszkókat egy kicsit át kéne tennünk. Várjatok. Lentem nem jön le. Egy gyertyatartó. Bejöttem ide egy gyertyatartóért. Jó, menjünk tovább.
Igen, itt emlékszem, hogy a gyertyatartóra kéne felugrani. Shit. Hát ez egy area reload lesz. Jó. Vajon mi a emögött a giant mögött? Ó, ott egy ajtó. Na gyere! Most úgyse tudjuk sebezni. Szóval tök mindegy. Nem tudom, hogy ez a boss room, vagy... Igen. Hát... Szerintem visszatépézünk, jó? Mert oda föl kéne ugrani. Ide vissza kéne jönni. Itt lehet menni lefele is. Itt mi van lefele? Egy gyöngyvirág. Akartam ugrani. Tudtam, hogy jön a tűz, csak... Igen, ezeket az impeket meg kell ölni. Így. Jó. Három volt az előbb, ugye? Flaszkokat megint nem állítottam át. Jó. Próbálom, hogy... Hogy kéne a giantet?
kicsalni. Már hogy fényre, úgymond. Hogy csinálunk fényt? Az a fő kérdés. Ez mindent megmagyaráz. Na gyere csak, ki akarom ezt próbálni. Gyere. Nem rossz. Ó, és őrizte akkor. Oké. Okay. Ki is írta, hogy kinyílt az ajtó. Jó, akkor nem kell kallantyút keresni. Viszont oda még jó lenne felugrani. Na mindegy. Nézzük a boss-t inkább. Azt tudom, hogy onnan a gyertyáról lehet felugrani oda a lépcsőre. Kispemeltük. Nyomkodtuk az R1-et. Vagy L1-et, pontosabban. Ja. Hát igen. Dex build, ez izgalmasabb. Maradjunk annyiba. Jó. Oké. Akkor itt meg vagyunk. Hát akkor el kéne jönni ide. Kötjük a szólt, ha el tudjuk. Csak el tudjuk. Jó. Na, és akkor kimegyünk, és akkor elmegyünk oda. Nem láttam, hogy itt van-e a lift. A Church of Repose-ba. Lehet, hogy akkor inkább átjövünk ide. Csak már a hegyre föl kell menni.
És akkor itt délnyugat fele. Hoppá. Hát föl a hegyre. Hagyjál! És itt jön mögöttem, nem hagy békén. Szerintem ez lesz az. Leszálltunk a lóról. Okina is meghalt. Na és a Rivers of Blood. Meg a maszkja. Oké. Na most azt nézem. Ugye itt van Fire Giant még. Benézzünk ebbe a templomba. Igen. Köszönöm a cheer cherit, Adri. Secret tier. Nem hiszem, hogy tudunk szintet lépni. Szint, majd mi flaszkod, de tudunk. Ja, ez mindig csak egy kell. Jó, akkor mindegy. Nem szóltam. Jó, nézzük, hogy... hogy mi kell még. Aha. Ugye itt van egy... Evergoal. Vagy Everjail. Ugye itt van egy sárkány, tehát az tuti. Ugye itt van a Fire Giant. Aha, és itt lesz még valahol egy... egy kév. Jó, a Fire Giant marad a végére, az tuti. Tehát az a legvége lesz. Nagyon a vége. Úgyhogy azzal most nem foglalkozunk. Hanem akkor szerintem eljövünk ide. Ez az Ever Jailhez. És megpróbáljuk ott megnézni, hogy mi van.
hova? Nagyot üt, azt kell, hogy mondjam. Jó, hát akkor nem vacakolunk, akkor semmi ilyesmi, hogy kard meg ilyenek, úgyis kidodzsolja, szóval tök mindegy. Akkor fullba fogjuk nyomni. Mondtam. Okay. Vajk. Hát igen, sok minden nem kell csinálni itt a... Ha jó a varázslat. Na, valahogy le kéne menni a hegyről. Szerintem azt innen lehet. De gyorsan, még előtte elszadok, megnézem a... ezt a... kévet, hogy hol lehet, de szerintem azt... talán teljesen lent. Hát lehet, hogy nem teljes. Úgy rémlik, hogy teljesen lent van, de ez semmit nem jelent. Már hogy nekem úgy rémlik. De ja, az... az teljesen lent lesz. Jó. Akkor jövünk innen. És lemegyünk a tóhoz. Szerintem megint lépünk szintet. Mondjuk ez egy kicsit több lesz, mint kéne, de... hát nem is olyan sokkal. Jó. Oké. Na. Nézzük, mi van itt. Ugye alapvetően nekünk ehhez a churchhoz el kéne menni okvetlenül. Csak hát itt útközben még lesz valami.
Jó. Oké. Ez a spirál, ez undorító. De hát... ez van. Jó. Király. Akkor mehetünk is tovább. 100 000 szólt adott. Az igen. Milyen menő lenne már ezt elbukni. Ezt át is rakjuk, és akkor... hát meg kéne egy kicsi a level up-hoz, szóval... Hát bocs. Keresünk pár enemit. Kell sok, de nem akarom elszórni. Ennyi. Na. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own words, hark, brave warriors. Hark, my Lord Godfrey. We commend your deeds. Guidance hath delivered ye through each ordeal to the place ye stand. Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin, an epoch glistening with life. Brandish the Elden Ring for the age of the Erd Tree. Shall I turn your room? Let my share okay. them with me. Your thoughts, your ambitions. Na, akkor nézzük meg, hogy hol van az a kis kév. Mert itt a Mountain Tops of the Giants területen, a Fire Giant-en kívül már csak ez van. És akkor utána mehetünk tovább. De ezt még itt mindenképp meg kéne csinálni. Szerintem itt lesz fönt. Na, ha most nem lesz Stonesword King, nagyon mérges leszek. Ah, van. Csak meg kettőt elszóltunk fölöslegesen. De van, úgyhogy no problem. Nagyon fontos, hogy ide is csak a boss miatt jövünk. Semmi más nem érdekel.
Nem értem meg, amúgy. Meg kéne találni a boss roomot. Tudom. Szerintem ez lesz az. Shit. Menjünk tovább, mert itt van egy másik. Ó, oké, oké, oké. Meg is vagyunk. Várj! Nem volt stamina. Semmi baj. Egy jó Gatskin Duo Light. Ez mindig jól jön. Ha jól emlékszem, ez ráadásul olyan, hogy először meg kell ölni a két Gatskint, és csak utána lehet a Spirit Caller-t. Tehát utána jelenik csak meg a Spirit Caller. Azt nézem, hogy esetleg van egy rövidebb út valahol. Hol a lyuk? Ajj! Volt egy item valahol. Ezt felvesszük, bár... Oh.
Nem tudom, hogy próbálkozzunk-e a Puffinál a spirállal. Lehet, hogy az kéne. Szenvedek ezzel most ennyit. Jó, nehéz. Gatkin az nehéz. És még lesz majd egy rendes Gatkin duo fight később. Hogy én azt hogy várom? Ennyire fáj, miért erőltetem? Hát,
Jó kérdés. mert ilyenkor jó érzés. Na, akkor megvan ez is. És akkor tényleg szerintem mehetünk tovább. Gyorsan még ránézek a guide-unkra. Ja, itt már csak a Fire Giant van. Jó, oké. Na. Úgyhogy akkor most visszajövünk a lifthez. És akkor elmegyünk Consecrated Snowfieldbe. Aha, és akkor itt vagy Hoist Secret Medallion. És ugye ez lesz a Helic Tree Secret Medallion. Mi ez a hang? Várjatok egy percet. Ah, semmi, csak a sövény nyírják odakint. Na! Hol Atoszba vagyunk? Ó, emlékszem. Emlékszem. Ez is egy csoda jó hely lesz. Intense.
Ó, hát figyelj csak. Sajnit Adri, a ház, amiben lakom, annyira ilyen jellemtelen. Tehát a legkevésbé sem british, de egyáltalán nem. Tehát semmi... Tehát, ahogy szokták mondani, nincs itt semmi látnivaló. Jó, ezt fölvesszük. De még mielőtt kimegyünk, elmegyünk a másik irányba is. A workstation meg... Hát nem tudom. Várj! Úgy különösebben az se érdekes, megmondom őszintén. Nem pont ugyanolyan, de amúgy az asztalt leszámítva minden ugyanaz. Mint ami volt még Debrecenbe. Jó. Na. Na. Consecrated Snowfield. Jó, elrohanunk a map fragmentét. Amennyiben ebben a nagy ködben meg havazásban lehet rohanni. Nem. Azt mondta a game, hogy most nem veszed fel. Le lettünk ütve, igencsak. Az vagy egyáltalán nem látom, hogy milyen mély a nyúl ürege, úgymond. Shit. Elmentünk mellette mi. Ja, nem ott lesz. Jó.
Szuper. Na. Hát, hogy csináljuk? Itt vagyunk. Hát... Mindegy, eljöttünk erre. És akkor itt lesz egy... fa. Egy worm. Még egy crusader. Köszi, Sherita Dream. Figyelek én is valamelyes, de nem kell olyan nagyon sharp fél kettőkor felállnom, de fél háromkor, de azért haladni kéne. Tehát figyelnem kellene. Kilencvenháromezer szó van nálunk. Az... fasza. Alright then. Jöttek a tetyák segíteni. Jó. Na, most azon gondolkodok, hogy szerintem itt más nincsen. Talán. Oda le kell majd menni. Sőt, szerintem ja, oda most le is megyünk. Nem tudom elővenni a mappot. Pedig úgy... Ugye elővenném. Hát jó, hát ha nem, hát nem. Azt mondom, hogy itt lent lesz egy Grace, ennél a kis... Hát mi ez, falu? Falu. Szóval szerintem ide most lejövünk.
Még megcsináljuk ezt a falut is, ha már itt vagyunk, csak ez... hát elég puzzle-ös. Ezt még nem is tudjuk. Miért nem tudjuk? Meg hol a Grace? Több kérdésem nincs. Lehet, hogy igen, itt van. Oké. Jó, rémlik. Nem tudom, hogy ez itt működik-e. Nem ez. Köszi Sherit Adri, figyelek. Na, itt meg kéne gyújtogatni a gyújtogatnit. Csak már nem 100%-osan emlékszem arra, hogy hol vannak. De megkeressük. Tehát ott van egy fönt. Valahol arra is. Jó, megyünk. Itt lent is van talán egy. Nem tudom, miért harcolok vele feltétlenül. Várjátok már, mert át kéne valami rakni máshogy. Ott egy létre, azon kéne fölmenni. Fú, azt hiszem hármat kell meggyújtani. Mindjárt megnézzük.
Ott van még egy. Meg ott. Akkor négyet. Ja. Meg ott a másik ház mögött van teljesen. Már létre. Köszi se itt, Adri. Most már ezt megcsinálom, és nem tudok felállni. Jó van, ez a assassin nem tud szerencsére létrázni. És akkor hogy kéne? És erre kell jönni. Hát tudok oda ugrani. Egy másik ölt meg. Semmi baj. Elég nem kell újra meggyújtani, elég egyszer. Tehát nem resetelődik. Úgyhogy talán már csak ez az egyhez kell jönni. Remélem, legalábbis. Mondjuk most nézem, hogy ez a Black Knife Assassin, ez mégiscsak egy boss. Mármint, hogy rajta van a listán. Pain. Jó. Nem találja le egy sem. Na várjatok. Próbálom kitaxolni. Érdemes volt healálni. Lehet, hogy nem fog menni, de valamit ki akarok próbálni.
Nem kéne ezzel ennyit szenvedni. Na jó, jövök egy perc. Tehát csak egy perc lesz. Mondtam, hogy egy perc lesz. Oké. Okay. Na. Most megöljük és meggyújtjuk a maradék... gyertyát is. Azt a maradék egyet. Mondom, hogy szerintem fölmegyek a tetőre és onnan lövöm, az kész. Meg kellett volna tanulni létrára mászni. Shit. Most próbálom nézni merre tovább. De szerintem ott át kéne menni. Na, és akkor meggyújtjuk ezt is. A seal was broken in the in town. Oké. Okay. Ki is hoz minket a Evergoldból.
Jó, és akkor az nyílt ki ott fönt. Sőt, lehet, hogy az összes szél, talán. Ja. És akkor itt van egy Magic Butthole, de ide most nem megyünk még. Hanem így szétnézünk. Ugye az Evergoal be is zárult. Oké. Jó, hát szerintem akkor itt is meg vagyunk. Oké. Közben beírom ezt a Black Knife Assassin-t. Jó, akkor ez megvan. Hát innen nem messze, valahol itt van egy Death Ride Bird. Úgyhogy azt még megnézhet... Nem akartam leülni. Úgyhogy azt még megnézhetnénk. Van egy Golden Seed. Ez baj. Úgy, így akkor a Death Ride Bird előtt még megnézzük a... ezt a csengőtökőt leszedjük. Ne zavarjon itt minket. A szőnyeg bombázás elért minket. Igen, ő úgy gondolta, hogy nem szedjük le, úgyhogy... A fasz. Nem tudom, amúgy valószínű mérges a többi miatt. Tehát, hogy a többit leültettük. Más ötletem nincs. Nem tudom, hogy másfelől kéne menni, vagy... Hát lő ez mindenfele. Thank you.
Okay. Ez nincs elemiként listázva amúgy, pedig... Mármint bossként. Pedig... Lehet, hogy kéne. Jó. Nézzük akkor meg. Ezt a Death Ride Bird-öt. Várjatok, mert lehet, hogy ez csak éjszaka jön. Ah, igen, ez az a fajta, ami csak éjszaka jön. Úgyhogy akkor semmi baj, mert akkor följünk ide. Szerintem ott lesz... Grace. És akkor onnan tudunk tovább menni. Vagy visszajönni. Pontosabban éjszaka. Ez egy nagyon fontos hely most nekünk. Már így quest szempontjából. Ugyanis itt van egy nagy nő. Már ez nő. Oké. És itt lehet olyat csinálni, hogy summon Latenna. És ezt most megtesszük. Mert hogy megkérte, hogy hozzuk előt ide. For us, for all the Albinorix. Thank you. I finally fulfilled my purpose. Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Beside Lobo, my dear wolf. Király. Na, úgyhogy ez mindenképp jó, mert tudunk fejleszteni a felszerelésünkön. Jó. De most nem fejlesztünk, mert nincs szólunk, úgyhogy akkor várunk estig. És akkor megnézzük ezt a Death Ride Bird-öt.
Ez gyors volt. Azt kell, hogy mondjam. Szia, Scone the Clown. Scone the Clown. Szia. Lehet, egy kicsit áttesszük a dolgokat. Ez most biztos nem fog kelleni. Megnézzünk egy rockslinget. Ez nem valami jó. Okay. Scone, mostanában ez van. Sok minden más is van, de most ez a fő vonal. Így az Elden Ring, meg hát a sok Souls, igen. Volt egy ilyen, hogy minden Souls game-et végigjátszunk. Nem tudom, hogy kerültünk ide. Aztán az Elden Ring van soron másodjára mondjuk, tehát DLC miatt. De sok minden más is szokott lenni. Valószínűleg amúgy nem a Rocksling lesz a nyerő. Majd meglátjuk, hogy mit kéne. Fine.
Frostbite. Felejtje meg. Igen, jó a Death Poker, jaja. Csak... nem tudom, az... azt nem annyit használtam. Ja, hát a Moonlight az meg Moonlight. Igen. Na, még megpróbáljuk egyszer, aztán, hogyha nagyon... tehát nem akarok nagyon leragadni. Lehet, hogy visszajövünk később, amikor úgy... több kedvem van ehhez. Jól hangzik. Jól hangzik. Szerintem van is nekünk olyanunk talán. Nem tudtam oda menni a... igen. Áj. Megpróbálunk közel maradni. Mármint így alatta... amiatt a tűz, vagy nem is tudom mi miatt nem tudtam oda menni a... na mindegy.
tényleg még egy utolsó próba, mert lassan elvesztem a türelmem már itt a mai délutánra. Hát nagyot is sebez, meg hát nehéz. Mégis late game, szóval ráadásul opcionális terület. Úgyhogy igen, itt már itt már nehezednek a dolgok. Ezt még nem is láttam, ezt az atakot. Jó, de komolyan, ezt az atakot még nem láttam. De menő. Jó, szerintem menjünk tovább. Visszajövünk majd. Na, valamerre ebbe az irányba kéne tovább haladni. Kb. Valami könnyebb boss-t keresünk. És mondjuk mindet meg kell ölni, csak tényleg kis sikerélmény. Hát igen, nehéz tényleg mindent látni. Főleg ugye egyszer játszottam csak végig. És hát na, azért tényleg nagy játék. Hova megyünk? A medvét nem, tehát azt nem vagyok hajlandó. Magától szállt le a lóról, úgyhogy jön most egy invéd. Remélem a medve úgy gondolja, hogy ő... neki ez nem érdekes. Ja. Így van, minden nap látsz valami újat, jaj. Oké. És akkor ezután megyünk kelet fele. Bekönyvelem már ezt. Csak így miért ne alapon.
hol van? Hol van? Oh. Oké. Na és ő is dobott egy somber ancientet. Úgyhogy most már tényleg hazamegyünk akkor kifejleszteni a cuccainkat. Graven Mass Talisman. Aha. Fú, hát erre nem emlékszem. Megnézem majd. De ahogy mondtuk is, hogy tényleg nagy a játék, hogy... Nem, egyszerűen nem emlékszem mindenre. Első végigjátszásban megcsináltam így nagyjából mindent, amit lehet, de... Felére nem emlékszem szerintem. Na. Szóval Darknunk, Greatsword... Maxos. És akkor a Lusad Staffot. Hát csak azt kéne. Ja. Oké, na és akkor ezek már kivés vannak maxolva. Tehát a fő eszközeink. Az az a rejtvény, ahol a impeket kell egymásnak. Azt hiszem az az impes torony talán. Valahol itt. Azt hiszem ez. Aha. Igen, igen. Na erre most emlékszem. Meglepő módon épp emlékeztem. Jó, oké is. Lesz még egy ilyenünk itt, hogy egy dupla Night Cavalry, ami majd, hát megoldjuk, hogy ne legyen dupla, ügyesen. Van egy Estelle. Oké, hát akkor szinte most eljövünk ide. Mi ez a sok jelölő itt? Ezeket is már megcsináltuk. Jó, mehetünk. Nem megy el addig. Oké. Okay.
Skón, én köszönöm, hogy itt voltál. Gyere nyugodtan máskor is. Most minden menjek. Na jó. Ott elvileg van egy cave vagy valami, úgyhogy oda szerintem beszaladunk. És fölveszük ott a grészt, hogy onnan tudjunk jönni. Ez a terv. Mi a... És így lohol után, nem? Ez remek. Csak meg kéne találni a kévet. Valahol ezen az oldalon lesz. Ísit. Nem jöttem meg, amúgy. Na, percig se gondoljátok. Oké. Okay. Ah, és a kukac mögött van. Na gyere! Hát igen, ezt így is nézhetjük. Cave of the Forlorn. Valami itt is van. Mármint... Nyilván van. De úgy értem, hogy valami trükközés itt is. De persze lehet, hogy nem. De rohadt jól néz ki. Oké, segít a dream. Na még egyszer. És tök felesleges ugrottam föl ide. Nem. Még a végén lehet, hogy erre kell jönni. Gondolta volna.
Ó, oké. Golden Order Greatsword, ez is megvan. Oké. Na. Cave of Forlorn. Na, ezért jöttünk. Mindjárt megöljük, mert majdnem tudunk szintet lépni, csak... Na, értitek. Ezzel meg is van. És akkor most megöljünk megint. Azt is ölni. Csak hogy ne zavarjon. És szerintem akkor megnézhetjük ezt a magma vörmöt. Ó, nincs ám kardba jutatni. Hát igen, karddal egyszerűbb arcon szúrni. Maradjunk annyiba. Nem volt ám kard. Igen, meg kicseréltem a kardot, ugye? Hogy... Ugye nagyobbat sebezzünk. Nem baj, semmi gond, de... Meg lesz simán, csak...
Na jó, a simán az egy enyhe túlzás volt, azért maradjunk annyiba. Ha nem erőltetném, hogy fölvegyem ezt a maréki szólt, akkor talán nem lenne probléma. De muszáj erőltetni, tehát a szólt azt föl kell venni. Szól nélkül nem vagyok ugyanaz. Hová? Ezt nem tudom miért csináltam. Na. Oké, megvan ő is. Theodorix. Ez sok szól, úgyhogy ezt is elköltjük. Nem tudom, hogy van-e két színnyi. Nem. Na mindig megöljük itt kint a kukacot, az kész. Ja, egyszer kell megölni. Szegény itt már teljesen kétségbe esik, hogy mindig őt öljük meg. Most ő úgy gondolta, hogy most nem öljük meg. Érdekes, most valahogy a két kard az nem adta be a staggert. Na, hát 80-ig nyomjuk fel amúgy az intet. Um,
és utána... hát nem is tudom utána mit csinálunk, majd még kitalálom. Jó, na nézzük, hogy hova kell még mennünk. Akkor... hát ide majd visszajövünk. Ugye... itt látszik is a térképen van egy cave. Itt van Night Cavalry. Itt is van egy cave, vagy valami. Hát talán inkább... hát ja, itt. Meg... ja, innen jöttünk. Ja, és itt kb. Ennyi van. Aha. Most ránézek még erre a Hidden Pass to the Helix Tree részre. Mert itt elvileg azt írja, hogy van egy Stray Mimic tér. Oda most elmegyünk. Oké, segít Adri, persze. Én még kb. Ilyen 20 percet vagyok itt, 25-öt. Aztán ugye a délutáni... streamnek ott vége is. Szóval ja, kb. Még egy, hát egy fél óra, szűk fél óra. Lehet, hogy végzek hamarabb ezzel a résszel. Akkor lehet, hogy hamarabb befejezzük, de nem hiszem, hogy ezt fél óra alatt megcsinálom. Oda kéne átugrani. Várjunk csak. Lehet, hogy nem is kell ugrani. Itt egyenesen át tudunk menni. Hát mindjárt kiderül. És át. Hűha, ez baj.
Oh shit. Nem tudom, hol volt Marika. Hogy kéne ezt? Jó ötletnek tűnt. Erre például, erre a részre egyáltalán nem emlékszem, hogy itt voltunk. Thank you.
Oké. Nézzük még el erre. Lehet, hogy hiba, de megnézzük. Itt van egy lift. Talán shortcut? Jó. Nem shortcut volt, hanem a kiút. Gyakorlatilag. Jó. Na, akkor mehetünk. Mert lehet, hogy nem lehet kitépézni. Jó, Marika volt, úgyhogy baj nem lehet. Legyőztük magunkat. Jó, szuper. Erre nem emlékeztem. És nem tartom kizárnak, hogy mint nem voltunk, de... Nem tudom. Death Road. Hát mindegy, megcsináltuk ezt is. Oké. Nézem, hogy mi legyen a következő. Elköltjük a szót. Szólt, az biztos. Nagyon biztos voltam benne. Gyakorlatilag bosszonként lépünk egy szintet. Ez hihetetlen. Na, akkor ez megvan. Akkor ugye van még ez a Catacombs, van ugye a Night Cavalry. Akkor nézzük meg szerintem ezt itt. Ezt a Catacombsot. Miért van nekünk ilyen kevés grészünk?
lehet, hogy eleve kevés van. Na, ilyenkor szokott az lenni, hogy simán lezuhanok így a hegyről. Ebben a nagy hóban semmit nem lehet látni. Na, akkor csak fel kéne venni majd azt a medált is. Amit Skone mondott. Az biztos felvettük múltkor is. Csak... Hiten nem, tehát a nevére nem emlékeztem, de az biztos, hogy azt megcsináltuk ott. Elhagytuk. Még jobban délnek kéne menni. Na hát valahol itt lesz. Itt van. Hogy nem vettem észre? Föntről ugrunk, mi? És rohadék. Itt a boss room. És lehet arra is menni. Nézzük már meg ezt a hűtőt. Aha. És ott is föl lehet menni. Biztos vagyok benne, hogy direkt úgy van kitalálva. Nem. Hűha. Menj vissza! Véletlenül megütöttem. Jó, itt csak item van. Ugye? Jó, akkor mehetünk. Kitáncoltuk.
semmi ezen a Gloveverse-ön kívül. Nem tudom, miért ijedtem meg tőle ennyire. Ijesztő volt. Mi az ördög van itt? Semmi. Egy ilyen. Miért ilyen nehéz ez a dungeon? Beszarok. Ott volt a kallantyú, érted? Erre leesek. Oh, jó, nem baj. Fuck, no 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 no. Jó. Marika volt. Cuccaink nem nagyon vannak. Nem is tudom, mi van itt. Mi baj lehet? Ó. Oh.
meghalt. És megint tudunk majd szintet lépni. Ha egy üzlet beindul... Király. Nézzük, hogy mi van még. Csak gyorsan ránézek, mert lassan nekem mennem kell. Szintet kéne lépni, az biztos. Killing spree, így van. Na még kéne 6000, annyi van nálunk. Van. Jó. Na olyan még itt a havasokon. Azt mondja, hogy van egy barlang ugye itt. Látjátok, ezt leveszem most már. Ugye van egy barlang itt. Van a Death Ride Bird fönt a tónál. A Fire Giant. Lesz majd egy Volcano Manor quest. Itt a két Night Cavalry. Meg van még valahol valami, várjatok. Csak gyorsan megnézek valamit. Mintha ott a fa mögött rémlene valami, de lehet, hogy csak képzelődök. Itt ahol a fát kinyírtuk. Csávó, ami nagyon rosszat ivott. Szerintem ez a három dolog van. Ja, van itt fönt a madár, itt egy Night Cavalry duo, meg itt egy barlang. A Volcano Manor questet leszámítva. És akkor utána... Hát meglátjuk, hogy mi következik. Lehet, hogy utána akkor elkezdjük a Volcano Manort, ha ezek megvannak. Ja. Jó, akkor itt most megállunk, és akkor folytatjuk nem soká.